miniszter úr, bár ma már volt egy csörténk az igazságügyi bizottság ülésén, mégis nagyon sok kérdésre a mai napig nem adott ön választ, és így az ülésen sem. Például arra, hogy miért nem kérdezik meg arról a magyar embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy önök most már 20 ezer bevándorlót hoztak be tudatosan és szervezetten Magyarországra és a schengeni övezetbe, ellenőrizetlenül, csak azért, mert azok maguknak és haverjaiknak fizettek, mindezt a letelepedési kötvénykonstrukcióval tették. Arról miért nem kérdezik meg a magyar embereket, hogy mit szólnak ahhoz, hogy önök a fejük felett eladják az ország biztonságát, az ország szuverenitását veszélybe sodorják, amiről annyit beszélnek, hogy mennyire fontos önöknek, és egyébként a megkérdezésük nélkül a kormány közeli offshore cégek most már 180 milliárd forintot kaszáltak ezen az üzleten, és bizonyára nem kell önnek bemutatni az egyik offshore céget, a Hungarian State Special Debt Fund céget és az ahhoz kapcsolódó elképesztően kiterjedt offshore cég hálózatot. Ön bizonyára nagyon pontosan tudja, hogy ott hogyan működnek a dolgok, amely már 155 milliárd forintot kaszált ebből az ügyletből. Tehát összegezhetjük úgy, hogy igazán hasonlatos az, amit csinálnak ahhoz, amit az embercsempészek csinálnak, még akár árában sincs túl nagy különbség, csak maguk öltönyben csinálják ezt. Ez a borzasztó, közben 10 milliárdokból folytatnak bevándorlás ellenes kampányt, és így verik át az embereket, miközben maguk hozzák be ide a bevándorlókat mindenféle ellenőrzés nélkül. Ezzel a magyar állam már 18 milliárd forintot bukott, és bárki bármit állít, bárhogy számolnak, ezek az adatok az államadósságkezelő központ adataiból lettek kiszámolva, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt ön sem cáfolhatja. És miért nem kérdezi meg arról a magyar embereket, hogy mit szólnak ahhoz, hogy csak az ön nevéhez fűzhető cég csak 2016-ban kb. 1500 főt engedett be ilyen engedéllyel, és adott el ilyen engedélyt számukra. Ez az 1500 fő 200 fővel több, mint akiknek a menekültügyi kérelmét el kellene bírálni az Európai Bíróság ítélete szerint. Úgyhogy adjon végre arra kérdést, hogy vállal-e minden büntetőjogi következményt 2018-tól, hiszen eladták az ország biztonságát, és hogy honnan tudták mégis ezek az offshore cégek, hogy ön be fog nyújtani egy törvényjavaslatot, amivel ők 100 milliárdokat kasszálnak. Köszönöm szépen, képviselőasszony. A válaszra megadom a szót Rogán Antal miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr! Szépen a szót, tisztelt képviselőasszony, tisztelt képviselőtársaim! Bár ma az igazságügyi bizottságban valóban a reggeli órákban mérehatóan és hosszasan is beszélhettünk erről a témáról, gondoltam, ennek ellenére megválaszolom a kérdését, mert hát ha ebben az ügyben felkészültebbnek bizonyul, mint az előbb a miniszterelnök úr, miniszterelnök úrhoz címzett kérdéseiben. Szóval tisztelt képviselőasszony, a kötvényprogram az minden állításával szemben az egy már lezárult gazdasági program, amelyről egyébként a szuverén magyar országgyűlés nyilvános eljárásban döntött. Minden döntés nyilvánosan született meg, vagy a parlament plenáris ülésén, vagy a parlament szakbizottságában, ahol egyébként az önképviselőtársai is ott ültek. Az előző ciklusban az önök frakciójának és a korábbi frakciójának a képviselői is ott foglaltak helyet, tisztelt képviselőasszony, soha semmilyen kérdést nem tettek fel. Mostanában miért teszik mégis arra, megengedi majd a viszontválaszban, kicsit részletesebben is kitérnék. Szóval ez egy gazdasági program, ami érdemben segítette a gazdasági válság után az országnak a finanszírozását, és az önök állításaival szemben, amit nem tudom, hogy honnan szednek, a legutolsó kötvényt is alacsonyabb kamattal értékesítették, mint a lakossági devizakötvényeket ma. Így az mindenképpen hasznot hozott a magyar államháztartásnak. 2012 és 2017 között a magyar állam két forrásból szerzett be devizaforrás, az egyik lakossági devizakötvényekből, ezeknek még ma is 2% fölött van a kamata, és egyébként letelepedési kötvényekből, amelyeknek stabilan 2% volt a kamata. És egyébként megjegyzem, hogy az IMF hitel, amit korábban annyira feldicsértek az önképviselő társai, az egyébként ennél majdnem kétszer magasabb kamattal rendelkezett. Úgyhogy tisztelt képviselőasszony, ebből az országnak igenis gazdasági haszna származott, a legcsekélyebb számítás szerint is minimum 7-8 milliárd forint kamaterőnye származott ebből a programból a magyar államnak, és természetesen minden esetben megtörtént a vásárlók nemzetbiztonsági ellenőrzése. Akik nem feleltek meg a jogszabályoknak, azokat visszautasították, a befektetőknek nem kötelező letelepedni, gyakorlatilag nem is tették meg, senki nem tartózkodik életvitelszerűen Magyarországon, befektetésekkel és ingatlan vásárlással viszont munkahelyet teremtettek és tőkét is hoztak Magyarországra. Köszönöm szépen, miniszter úr! Egy perces viszonválaszra Demeter Márta képviselőasszonyt illeti a szó, parancsoljon!
Köszönöm, elnök úr. Hát ennyi hazugságra nehéz reagálni egy percben, de akkor Varga Mihálytól hadd idézzek, miután azt mondta, hogy ugye 575 milliárd forint össznévértékben bocsátott ki a magyar állami letelepedési kötvényt. Azt mondta, tehát azt gondolom, hogy ez az államadósság finanszírozásában nem egy jelentős tétel, hiszen évente több mint 6000 milliárd forintnyi adósságot újítunk meg vagy törlesztünk. Na hát ennyire volt ez fontos a magyar államadósság szempontjából. Egyébként ez egy kölcsön, amit a magyar állampolgárok majd vissza fognak fizetni. A program bár most lezárult, de bármikor újraindíthatják, hiszen él a törvény, és egyébként nem voltak nyilvánosak ezek az eljárások és a dokumentumok, hiszen pereskedni kellett azért, hogy a gazdasági bizottság egyetem bármit kiadjon, és még így se adta ki a megfelelő dokumentációt. És egyébként nem tudom, mit szólnak hozzá a képviselőtársai, hogy itt az országgyűlésre hárítja a teljes felelősséget, mert nem mint hogy ők ebben nem lennének felelősek, de ez a program ön találta ki, ön ébredt föl ezek szerint egyik reggel azzal, hogy hoppá, egy ilyen programot kellene megvalósítani Magyarországon, és ön volt a gazdasági bizottság elnöke, úgyhogy nem tudja a felelősséget magától eltolni. A kérdésem az, hogy ön mennyi pénzt kapott ebből, miniszter úr? Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz illeti meg miniszter urat is, parancsoljon. Csalódást fogok okozni önnek, tisztelt képviselőasszony, mert ezt már elmondtam a gazdasági bizottság ülésén is. Természetesen semennyit, azt viszont hozzátenném, hogy ez egy olyan gazdasági program, amihez hasonló az Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Ausztria és jó néhány másik Európai Uniós ország is indított. És azt gondolom, hogy egyébként nagyjából hasonló feltételek mentén még ma is folytat. Mi azért zártuk le ezt a programot, mert ma már, ha nemzetközi kötvénykibocsátással érnénk, akkor lehetne kedvező feltételeket is elérni akár ennél. A lakossági devizakötvények piacán viszont még ma sem lehetne ennél kedvező feltételeket elérni. Azt pedig szeretném elmondani, hogy igen, minden képviselőnek mindvégig betekintése volt minden döntésbe, és érdekes módon 2015-ig semmit nem is kérdeztek, és azt gondolom, hogy szoros összefüggés van a között, hogy mikor mi felléptünk az illegális bevándorlás ellen, akkor önöknek brüsszeli utasításra kellett mindezt elővenni. Erről van szó, tisztelt képviselőasszony, és semmi másról. Köszönöm szépen a megtisztelést.